Lelkész képzés arra épül, hogy a hívekkel való közvetlen kapcsolattartás jegyében és a gyakorlati lelkészi feladatok megtanulásának az érdekében a lelkészképzés utolsó fázisában, vagy utolsó kollégiumi utolsó fázisát követően néhány évre, egy-három évre menjen ki a gyülekezetbe a fiatal lelkésznek tanult ifjú munkaerő, és amellett, hogy az iskolai oktatási feladatokat rektóriákban ellátja, emellett szocializálódik a papi teendőkre is. És mindennek még van egy ilyen jótékony hatása, hogy a gazdagabb településeken, akadémia promóciós helyeken olyan sok jövedelemre tehet szert, hogy az megalapozza a külföldi tanulmányokat financiálisan. Nos, ez a fajta korábban közkeletű rend folyamatosan bomlik. 18. század végén már a gyülekezeteknek egy jól körülhatárolható köre egyszerűen mindenfajta konfliktus nélkül, vagy legalábbis konfliktusos forrás nem nagyon találni erre, mindenfajta feszültség nélkül kilép ebből a körből, és bizonyos felnőtt tanítók alkalmazásába fog. Ezek a gyülekezetek minden esetben kivétel nélkül a leggyengébb, a legszegényebb, ám de még iskolát mégiscsak fenntartani tudó gyülekezetek. Tehát mégsem a legszegényebbek, hanem az iskolát fenntartó gyülekezetek közül a legkevésbé tehetősek. És ez az 1799-es esztendőre vonatkozóan, amikor ott 250 iskolával számolok, minimum 80-ra tettem, szintén ilyen különböző becsléses eljárásoknak a végén, 80-ra, 85-re tettem azoknak az iskoláknak a számát, amelyek kilépnek a rektóriás akadémia promóciós rendszerből, és felnőtt, uram bocsánat, kifejezetten idős tanítókat tartanak meg ott halálukig, vagy éppen hivatali működőképességük legvégső idejéig. És ez a szám nagyon-nagyon gyors ütemben duzzad, ez a mennyiségi gyarapodás a legnagyobb mértékű. De ebben a korszakban olyannyira, hogy az 1850-es évek közepére tulajdonképpen 5-6-8 olyan iskola marad mindösszesen, amelyik nem dobja be a törölközőt, és még fogad ilyen 2-3 éves rektóriára öreg diákokat. Ez egy óriási konfliktus már a Sárospataki kollégium vezetői számára, hiszen alapvetően a képzési szisztémájuknak a tökéletes megborulását jelenti, ez egy meglehetősen rövid időn belül, és immáron kifejezetten tehetős, kifejezetten jómódú gyülekezetek is amellett teszik le a garast, hogy ők már pedig állandó, szakszerűen képzett tanítót igényelnek, és nem pedig ilyen holmi jött-ment figurákat, akik közül az egyik megbízható, mint a másik, amely ha megbízható, akkor az a baj, mert ugye a távozása nagy veszteség, ha meg nem, akkor alig várják, hogy egy másik jöjjön. Szóval, hogy állandó a kínlódás a tekintetben, és ennek az eredményeként szép lassacskán elkopik azon iskolák halmaza, amely a Sárospataki kollégiummal való ilyen szoros szellemi kapcsolat fenntartásában a továbbiakban is érdekelt. Ennek két irányban van nagyon, én azt gondolom, nagyon jelentős, és a térség lokális vagy regionális viszonyain is túlmutató jelentősége. Az egyik az nyilván a tanítói szakma megerősödésének az irányába mutat, és egy kicsit faramúci a helyzet, mert a leggyengébb gyülekezetekben a legkisebb fizetésű tanítói helyeken jelenik meg először tulajdonképpen elkülönítetten az a bizonyos státus, ami a Németh András PPT-jén az adott dián az első kifejezés volt, és hozzá még nem kapcsolódik igazából a szakszerű tudás, hiszen messze-messze a szisztematikus tanítóképzés előtt jelenik meg az a figura, aki 20 év múlva is ott lesz a falu iskolájának az élén. Különösebb
tudás, különösebb szakszerű felkészültség nélkül, de mégiscsak egy állandó figurájává válik, és ennek megfelelően egy ellenpontjává válik, nem pedig kiszolgáltatottjává a papnak. És aztán ez indul abba az irányba, hogy elkezdődik esperesek bevonásával is egy pedagógiai diskurzus, elkezdődik majd az 1840-es években már a protestáns vonalon mindenképpen nagyon erőteljes iskolai pedagógiai folyóiratoknak a működése, és 1850-es évek második felében ez a tanítóképzéssel, annak intézményesülésével lép egy új fázisba. A másik oldal az pedig a lelkészképzés vonulata, ahol pedig elvileg ugye tradicionálisan jól felépített, és a kifejezetten a lelkészi hivatás gyakorlásához szükséges kompetenciáknak a kompetenciákkal való felruházása történik a jelölteknek a 2-3 éves rektori megbízásokkal, és ez leválik a lelkészképzésről, nem mellesleg pontosan abban az időszakban, amikor Németországban a különböző protestáns lelkészi szemináriumok épp azért jönnek létre, hogy a teológus képzést ilyen gyakorlati tudnivalókkal kiegészítsék. Pont ekkor válik le a hazai lelkészképzésről, majdhogy nem véglegesen ez a fajta gyakorlati felkészítés, és indul el abba az irányba a lelkészképzés, hogy hát meglehetősen erőteljesen elméletorientált teológus képzés zajlik, majd a kápláni egy év esetleg, és utána azon nyomban további ilyen hívek körében zajló terepmunka nélkül lelkészi megbízatáshoz, felszenteléshez is juthat az illető. És ez pedig egy kicsit nem csak, hogy más irányba tolja a lelkészképzést ebben a térségben, hanem tulajdonképpen egy szakadékot is kialakít olyan tématerületek között, ahol 10-20-30 évvel korábban a rendezetlen viszonyok idején még nem volt ekkora szakadék. Köszönöm szépen a figyelmet! Minden évben, vagy minden rendszeresen tanítom, nem bíznak, hanem macerásak.
nem tudom, tehát ez az egyik, és a másik, hogy van egy szükség, van egy-egy alapuló társadalmi réteg, egyfajta szellemi proletariátus szerűség, vagy nem tudom, hogy ezt az emelő szó használ, akinek valami néhány gimnázium van, de nem tud lelkészülni, vagy nem akar, vagy ezek az anyagok korábban mit voltak elő, lehet tudni valamit, vagy... Ha idősebb, akkor milyen életutat futottak? Ez a kettő. Akkor az utóbbi kérdés... Ha van még egyéb kérdés, megjegyzés... Géza? Ebben az egész előadásban, amelyik rendkívül impozáns volt, és elég sokat tanultam belőle, amit köszönöm szépen, de nekem egy ilyen érzetem volt, nevezetesen az állami koordináció, az állami függőség, nem tette le, hogy nyilván meg is haladta volna az egészet, de hát úgy tűnik, mintha ilyen autonóm egyházi szervezetek intéznék az oktatást, akkor ez vagy azt jelenti, hogy a ráció edukáció rész, illetve az első vagy a másodiknak a hatásait nem jelenik meg, ennek az ellenőrzési apparátusa, vagy pedig nem tette le említést erről, hogy ez egy másik előadás. Nem tudom, válaszolhatok? Igen. A rövid távú memóriámra hagyatkozva először az utolsó, te még vissza. Hát ugye a protestánsok a türelmi rendelet, majd pedig az 1791. évi 26-os törvénycikkei alapján 1849-ig vallási és tanügyi autonómiával rendelkeztek. Ez nem volt teljesen korlátlan, de azokban a kérdésekben, amiket én feszegettem, abban csak nem korlátlan. És aztán utána ugye a neoabszolutizmus idején beavatkozik a Habsburg uralom, vagy a Habsburg ház a protestánsok mindennapjaiba is, vagy megpróbálkozik, ugye ez az Entwurf körüli harcoknak az ideje. Ez azonban nagyon rövid idő, a protestáns pátens 1859-60 körül megpróbálja ezt abszolutizálni, ezt a beavatkozást, de ez el is bukik néhány hónapon belül, és akkor nagyjából visszaáll az a rend, ami a reformkor idején volt. Tehát vannak harcok állam és protestáns egyházak között, de ezek általában, még ha hevesek is, de rövid idejűek, illetve ennél szimbolikusabb jelentőségű dolgokra korlátozódnak, és a kisiskolázás viszonyait nem érinti. Önfenntartó is ennek megfelelően a protestáns iskolázás, akkor meg az első kérdésre is valami fajta választ adnék, hogy azért nem jön ki ennyire élesen ez a történet, mert annyira nem jó módú gyülekezetekről van szó, hogy akinek a nem tudom én, néhány családos krémje el tudja, vagy el akarja tartani az iskolát is, meg a rektort is. És ennek megfelelően ez azért nem jellemző, az ilyesfajta konfliktus. Van olyan, nyilván vannak ilyen utalások, hogy kutyanemes falu, kutyanemes eklézsia, ugye ez azt jelenti, hogy sok ilyen nyakos, korlátozottan tehetős, ám de meglehetősen öntudatos kálvinista lakja, és akkor az ott leosztja az a néhány család a lapokat, eldönt ezt, azt, amazt, és a többieket pedig kihagyja. Ilyesfajta konfliktusok vannak. Azt gondolnám, hogy nem akkora tétel az iskola ebben az időszakban még, hogy e körül szerveződjön. Sokkal fontosabb az, hogy a parókiális rétet akkor most megművelik, nem művelik a papnak, vagy stb. Stb. Tehát a primérebb anyagi kérdéseken jobban megy ilyesfajta jellegű vita, de nem mérhetetlenül vagy hogy mondjam, nem korlátlan ezeknek a konfliktusoknak a tárháza, azért ez viszonylag jól kordában tartott, azt látom legalábbis az ilyen feszültségeket feljegyző iratok alapján. A világi hivatalnokokkal pedig szemben pedig klasszikusan zár a gyülekezet is, meg az egyházmegye is, tehát az
az nem nagyon szereti az egyház, ez ilyen, ilyen mentalitásbéli közös tulajdonság, hogyha világi hatóságokhoz szaladgálnak konfliktusok elintézése érdekében, mert valójában összezár a gyülekezete tekintetben, akkor viszont más a helyzet, ha a gyülekezet tagja maga a világi hatóság képviselője is, akkor persze összefolynak ezek a különböző hatáskörök. Magdinak a kérdéseire vonatkozóan, igen, van egy olyan kör, és ez is a szakmásodás irányába mutat, a státus, ahogy megjelenik, hogy bár nem annyira tűnik képzetnek, mert alig-alig bírja leírni a nevét, de ő tanító, és ő elkezd egy belső munkapiacon áramolni azon gyülekezetek között, amelyek szintén már állandósított tanítókat alkalmaznak, és valójában nekik maguk is érdekük az, hogy minél több gyülekezet legyen ennek a körnek a része, hiszen ha mégis váltakozni kényszerülnek, akkor több a változtatási lehetőség. És igen, ezekből az emberekből, erre készítettem egy részletes tanulmányt, nagyon ritkán kerülnek ki lelkészek, egy-kettő, mondjuk Abaúj egyházmegyét néztem meg ebből a szempontból, egy fél évszázados szakasz van, egy vagy kettő olyan van, akiről ki lehet mutatni, hogy lelkész lett, tehát fel tudott emelkedni a tanítói közegből. Ez ennek a tanulmánynak a cím, hogy lépcsőfok vagy zsákutca kérdőjele, hogy a fene se tudja, hogy ez most egy mobilitási elem az ő saját életében, mert egyébként nem került volna ilyen kvázi nem kétkezi munkát igénylő tiszta hivatás közelébe, vagy pedig egy zsákutca, mert tulajdonképpen a lelkészi tanulmányait akasztja meg azzal, hogy ott ragad valamelyik faluban. Ezt valószínűleg egyenként kellene megnézni, és akkor se biztos, hogy el lehetne dönteni. Ezt úgy érted, hogy tehát csak a helyben lelkészé vált emberek tevedetted össze, vagy egy országos sematizmus alapján? Az egyházkerület névsoraival azt a feltételezést próbáltam ott a bevezetőben alátámasztani különböző érvekkel, hogy zárt az egyházkerület, tehát nyilván vannak olyanok, akik aztán Veszprém megyébe kerülnek el, nem tudom én, ilyen-olyan tisztséget viselőként, de azért alapjában véve az van, hogy az egyházkerület határait nem nagyon lépik át, sőt tulajdonképpen az egyház megye határai is elég szigorúak, tehát nem könnyen veszi át az egyik esperesség a másikat. Nem, ez faktum, inkább faktum, mint előfeltevés. Számos elem mutat ebbe az irányba. Például az esperesek se érdekeltek abba, hogy a helyosztó gyűléseken olyanokat fogadjanak, akik máshonnan jönnek, miközben a saját jelöltjeinek se jut mindig hely. Van egy komoly lelkész munkanélküliség is a korszakban, lelkész túlképzés is van. Volt még egy kérdésem Magdinak, bocsánat, ez az, hogy miért ragaszkodtak a kisebb falvak ahhoz, hogy nem kerültek bele alkú pozícióba, ez volt a kérdés. Ennél sokkal prózaibb és számomra egyébként megrázó a válasz. A költözködés, a fuvarozás, az egyik tanító elszállítása, veszállítása, tehát ilyen szintű költségek megtakarításából jön az ötlet, hogy ők nem szaladgálnak Nagy-Dobronyból Sárospatakra, vagy nem tudom én, Krasznokvajdáról Sárospatakra, azért ránézünk a térképre, ez még ma se kis munkaidőnként, ott a végeken az útviszonyokkal is számolva, annak idején meg pláne, tehát hogy ezek több napos tortúrák utána szekéren azt fogadja, nem kell nekik, inkább jó az nekik, akik van 10 évig, és ha már cserélnek is, akkor szomszéd falu tanítójával, ami néhány óra járásnyira van, szóval nem kell ilyen nagy béralkukra, meg ilyesmire gondolni, ennél sokkal-sokkal krajcárosabb, vagy ilyen félköböl gabonányi történeteken múlt ez az egész. Nagyon szépen köszönjük! Azt gondolom, hogy tartsunk egy kávé szünetet, és 3-kor pizza. Jó. Jó? Nem 3-kor, 5-kor. Az is. 14-50-kor. Az még jó. Sőt, kiváló.
Vagy inkább 49? 49.
más is nagyon. Tehát akit kerestem, a rövid időre kellett felszöltenem, Kalmanc kollégának alapját, és nem nagyon szalagolást ottoljáltak rám. Én neveztem a státusz is, vagyok is. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves ellemér, itt van egy ilyen, hát egyrészt nagyon örülök, hogy ezt el tudom mondani neked, ezt az előadást, és egy olyan embernek, aki a politikában, a központi oktatás irányításban és a tudományban egyaránt járatos, és ezt a két szemléletet el tudja különíteni egymástól, és ugyanakkor tudja, hogy az oktatáspolitikai döntések, az oktatáspolitikát az csinálni kell, az nem úgy van, vagy csak úgy van, és az, hogy az oktatáspolitikából mi jön ki, az mindig a küzdelmek végeredményét mutatja, és nem csak esetben, hanem a másik ünnepeltek is, aki hát sajnálom, hogy nem tud itt lenni. Már most elnézést kell kérnem tőled, elemért különösképpen, hogyha most kell néznem a papíromat, akkor nekem le kell vennem a szemüvegemet. És ez azért fontos megjavítanám, mert hogy Isten látja a lelkemet, nagyon szeretnék bekerülni a 80 évesek klubjába, amihez meg kell egy kis időnek, és arra kérlek, hogy várjatok meg engem addig az időig, míg én is ebbe is fogadjatok el, hogyha megtisztelnétek ezzel, és ennek az egyik jele az, hogy le kell vennem a szemüvegemet. Ezért az általános iskolának nyilván ezt valamilyen módon definiálnom kell, hogy mi az ördöget, mit is jelent ez. Nyilván van ez a konkrét esemény, amit 1945-ben létrehoztak, de van ennek, hogy történelmi és
politikai vagy szociológiai hátteret megadjuk, akkor ez világos, mindenki ezt tisztázni kell. Világos, hogy ez a népoktatás, vagy a későbbiekben a tömegoktatás iskolarendszeri szakaszáról van szó, és ennek általában főleg a 20. század első felében, a 19. század végében alapvetően két konfliktusa volt, vagy két iránya. Az egyik az, hogy expandáltatni kell a tömegoktatást, különféle okokból, ideológiai okokból. A másik pedig, hogy ez a tömegoktatás, vagy az népoktatás, vagy az általános iskola, az egyben a szelekciós mechanizmusok egy később időpontra tolásának intézménye tud lenni, vagy pedig ettől függetlenül autonóm módon az oktatási rendszer korábbi vagy meglévő szelekciós mechanizmusait változatlanul hagyva csak megnövelni ezt a oktatási formát, természetesen a népnek. Ebben a két értelmezésben használom, és voltak éppen egy tablót, vagy talán egy mozaikot, amelyben a figuráknak vagy a jelenetnek csak néhány kockáját szeretném bemutatni, hiszen rendkívül szűkös idő van. Három dologról beszélni, természetesen rendkívül vázlatosan. Az egyik az eszmei ideológiai alapokról, az alsófokú képzés kapcsán, és ezek kapcsolatosan különösen, csak hogy megemlíteném, hogy az itt dolgozó pedagógusok emancipációs vágyai és reszentimentjéről ejtenék néhány szót. Majd a 1945-ös általános iskola megteremtésénél ennek a ideológiai, politikai előzményeit, amelynek egy részét már hallottuk Imrétől, tehát azt nem kell szót ejtenem, és képviselőiről a 40-es évek végén, és végezetül természetesen a kitekintésen kívül a 45-ös általános iskola megteremtésén, ami úgy, mint egy politikai termék, tehát nem úgy, mint egy pedagógiai hősköltemény, vagy egy pedagógiai csoport, szakmai csoport győzelme, hanem mint egy politikai termék is ennek a keretéről, és a mögöttem meglévő, vagy könyvötte meglévő, ez meglehetősen furcsa, a politikai koalícióról ejtenék néhány szót. Tehát először is az eszméről, ideológiáról, ez az általános iskola már a népoktatásban dolgozók 19. századában már kimutatható az a népiskolai csoport, amelynek igen erős reszentimentje volt alapvetően a gimnáziumi tanársággal, a gimnáziumok kultúrájával szemben, ennek a jövedelmével és a tekintélyével. A néptanítók szervezeteinek valamennyi megnyilvánulása ennek a fényében is értelmezhető ez, mint ahogy már elég hallottuk, ez az 1896-ban követelték az egyenrangúságot a gimnáziumi tanársággal. Ez volt az egyik motivuma annak, hogy az addig középfokú tanítók képzők felsőfokra emelkedjenek, és a vele járó együtti jövedelem emelkedés is meglegyen. Tehát van egy ilyen alulról jövő gimnáziumi tanárság, az elit ellenes pedagógiai mozzanat, amely végig hatott ebben az egész oktatási rendszerben, mind a mai napig is kimutatható ez, és ez az, amelynek, ez az a társadalmi csoport, vagy szakmai csoport, amely mi valamennyi társadalmi egyenlőséget teremtő, vagyis mint szocialista, tehát a 19. századi szociáldemokrata értelemben használt szocialista mozgalmaknak a hordozóivá váltak. Hát tudjuk, hogy már 1910-ben például tőled és elemért tudhatjuk, hogy már a 8 osztályos népiskola megteremtése 910-ben, hát iszonyú régen volt, tehát ez ideológiai és politikai vágya megvolt ennek. Na most ezek a követelések valósultak meg, és nagyon fontos, valósultak meg, és a másik, ami fontos, hogy időlegesen 1945-ben. Ugyanakkor, hogy egy kicsit kitekintünk, ez nem magyar probléma. Ez egy általános, a közoktatási rendszer fejlődésében adódó probléma, amely különösképpen az első világháború után kulminált. Nevezetesen a társadalmi egyenlőség, mint a szocialista nézet győzelme a 20. század első felében szinte nagyon sok helyen megjelenik, jobboldali
elitellenesként, az első a Mussolini fasizmusa, mint elitellenes, népi kultúra, népi egyenlőség megteremtése. Ugyanide tartozik a faji alapú egyenlőség megteremtése, mert úgy értem, hogy a német faj jön belüli egyenlőség megteremtése Hitler esetében, magyarokról később fogok egy szót ejteni, de hát ide tartozik ebben, amelyik kevesen tudunk erről, hogy Piłsudski ideje alatt, 1932-ben egy János Jedrejewicz néptanító néptanítói hátterű katonatiszt, oktatási miniszter javaslatára hozzák létre azt a 6+3-as 8 osztályos oktatási rendszer, amelyben a német, illetve osztrák hagyományú a 8 osztályos gimnázium és a 4, illetve 6 osztályos népiskolai rendszer megszünteti. Ez egy erős jobboldali és a politika következtében talán ugyanaz, amit Lukács Péter szavait, ha jól értem, hogy van egy egységes 6 éves képzés, és rá egy 3 éves képzés, amelyben a iskolán belüli változás és iskolán belüli irányokat lehet változtatni. Meg kell említenem, amikor nem ilyen társadalmi egyenlőség jelenik meg, hanem a népiskola expandálásáról van szó, már a 30-as években Norvégiában megjelenik egy ilyen kísérlet, de hát Trianon után pedig a kisállamok nyomorúságának egyáltalán nem tekinthető elemének a tömegoktatás fölemelése, idejének fölemelése. Na most mindegyik ilyen, akár mindegyik elitellenes, és mindegyik nacionalista. Tehát nacionalista és szocialista együttes, jobboldali oktatáspolitikák ezek, amelynek a célja, különösen a kisállamok esetében lehet látni, Hitler és Mussolini esetében kézenfekvő, a nemzeti egység megteremtése, amelynek eszköze a népiskolai oktatás. És ennek az eszköze a nemzetnevelés, hangsúlyozom, nevelés, a nemzet kinevelése és nem oktatása. Tehát ez egy nagyon fontos hasadás, a fontos ideológiai, politikai eltolódás, az oktatás alapú, a racionális alapú, a gimnáziumi műszakiakat, tehát a szakképzés most tegyük félre, vel szemben, tehát nem a racionalitás, hanem az érzület a nemzethez való függés, vagy ahhoz való érzelmi kötődés. Ez az a politika az, amelyik a két háború között szinte valamennyi országban, de különbözőképpen megjelenik. Ebben beletartozik az a műveltségi kánonnak a újra definiálása, amely a népiskolai kultúra, a tömegoktatás kultúrájának a képe jelenik meg, amelyet nagyon sok fajtája jelenik meg a reformoktatástól kezdve egészen sok sokfajta tartalmú integrált oktatáson keresztül, vagy kultúrafölfogáson keresztül. Nem is ezek a formák igazán az érdekesek, hanem az ellenségkép, nevezetesen a gimnáziumi disziplinális alapú tudás ellen annak alternatívájaként jelenik meg a két háború közötti. Természetesen ebben az időszakban van baloldali hasonló, de oktatáspolitika, hasonló tömegoktatás alapú, ez osztály alapú, kapitalizmus ellenes kizsákmányolásban és az elidegenedésben látja az egyenlőtlenség formáját, és az eszközök javarészt ugyanazok. Ebben egy-egyes rövid időszakban lehet látni ennek az oktatáspolitikának a megjelenését, egyedül amit én tudok, hát ez persze nem jelent semmit, a francia népfront kormány idején jelenik meg ez a baloldali típusú dolog. Egyéb államrezonokat most kihagyom, tehát a háborút, meg a gazdasági fejlődés, arra nem tudok szót ejteni, és természetesen ebbe a képbe, hála Istennek az Imre szót ejtett magyarországi példa esetén az 1940-es 8 osztályos népiskola megjelenése, amely rokon, mint kiderült, a kisállamok oktatáspolitikájához. Milyen volt a magyar politika és a szakmai ellenzék a második világháború előtt? Egyrészt a tanítóságról annyit kell mondanom, hogy
ő, hogy elégedetlen volt a tanítóság a 8-osztályos népiskolával, nem elégítette ki reszentiment igényeit, és ráadásul, mint hallottuk, plusz jövedelmet sem hozott. Ugyanakkor a parasztságot, ami a nemzettudat hordozójelként tekintenek abban az időben, az nem emelte be a középosztályba ez a 8-osztályos oktatási rendszer, és ugyanakkor a középosztályi oktatási rendszerét, rekrutációs oktatási rendszerét érintettel hagyta. Na most ez, amit a tanítóság hordozott, vagy érzékelt, ugyanezt a politikát követte az értelmiség is, nevezetesen a Horthy rendszernek az ellenzéke. Két ellenzékét durván, az egyik a legális belső, másik pedig az illegális. Általában ez az illegális, az javarész baloldali jellegű volt. Itt talán a Földes Ferenc nevét lehet megemlíteni, mint a legismertebbet, mellette alig lehet bárkinek a nevét is megtalálni. A jobboldaliak viszont túlsúlyban vannak, ezek mondjuk a népírók nevét itt elég föl megemlíteni, Veres Péter, Németh László esetét is. Ezek a népírók és ez a vonulat, amelyik a nemzetnevelés dimenziójában gondolnak, valamennyien német és zsidó ellenes. Az elnyomást a zsidók és a németekben látják az elnyomatásnak az okát, és ezért a népnek a felszabadítását tartják igazán fontosnak, és ennek a nép felszabadításának a alapvető szakmai pedagógiai ideológiája a tehetség kibontakozása. Tehát az, hogy a magyar parasztság hordozza azt a ősi, vagy nem ősi, de mindenféleképpen azt a hallatlan potenciált, ami azért nem tud kibontakozni, mert hogy a zsidók és a németek elszívják előlük a levegőt. Ezek a nagyon durván és nyilván árnyalnom kellene, de hát ez csak a vonalat szeretném érzékeltetni. Ennek a Horthy rendszer 40-es évek környékén, 30-as évek végén megjelenő ellenzékeben van egy másik fontos tulajdonsága, nevezetesen a középosztály iránti vonzalom tökéletes hiánya. Tehát ez, amelyik egyfelől a parasztságban látja a messiást, és ugyanakkor utálja a középosztályt. Mert hiszen ez a középosztály az, amelyik lehetetlenné teszi, és nem csak a németek és a zsidók, hanem úgy, hogy van alapvetően a kispolgárok, amelyik elreteszelik a felemelkedést. Most néhány ilyen idézetet mondanék, mert illusztrációként azt hadd lássuk. Györfi István nevét nem kell, ugye, nem kell a szemét mondani. Az ő általa vezetett Magyarságtudományi Intézet 1941-ben adta ki a könyvet, az Úr és a paraszt a magyar élet egységében. És nézzük meg, hogy ennek a könyvnek a szerzői közül 1945 utáni politikai fordulat után aktív szereplői voltak, elég sokan. Keresztúri Dezső, Kodály Zoltán, Mendl Tibor, Ortutai Gyula, Veres Péter. És miről szól ez a könyv? A bevezetőben Eckhart azt írja, valamennyi előadó megalapítja, idézem, hogy a magyar műveltség, hangsúlyozom a magyar, alsó és felső rétegei állandó körforgásban élnek. Majd alulról érkezik a tápláló nedv, majd felülről megtermékenyítő ösztönzés, sőt a két műveltség egységbe olvad a magyar nemzeti műveltség nagy egységében. Na most ez a fajta, még már is vége lesz, ez a fajta nemzeti, faji, nemzetnevelési ideológia az, amely 1945 után kooptálódik az új oktatás politikába és az általános iskola megteremtésében. 1945-ös demokrácia és köznevelés kiadványban, hát ezt ismerjük valamennyien, együtt ebben szerepel a későbbi időszak jelentős pedagógusai között Kovács Máté, Simon László, Szombatfalvi Gyula egy-egy írása. Kik is ők? Simon László, valamennyien debreceniek, és ez érthető is, hiszen a front keletről jön, ideglenes nemzetgyűlés Debrecenben van, a politikai felhozatala a keletiekből tevődik össze. Ebben semmiféle más szempont nincs. Ki is volt ez a Simon László?
Vékem államtitkár 1945-ben, a 30-as években még a debreceni zsidóverő Árpád-Bajtási Egyesület alelnöke szinte Debrecenben, ő a szabad művelődés területén dolgozik, 1945 után, épp úgy, mint a magyarság szempontot, ő követő Karácsony Sándor. Kovács Máté, az Árpád-Bajtási Egyesületben a bölcsészkari turul szervezet vezetője volt 1928-as, októberi zsidó ellenes atrocitások idején, 1930-as években konszolidálódik a Debreceni Egyetemen, Parasztpárti képviselő 1948-ig, a Parasztpárt elnöke az előbb említett Veres Péter. Ő vezette a VKM pedagógiai, illetve elnöki főosztályát 1945-ben, meghatározó szerepe van az általános iskola létrejöttében. Kis Árpád a fajszeretet és a szocializmus eszményének mintáját Hitlerben látta, 1943-ban idézem, idézi Führert Kis Árpád, az a nép, amelynek az egyik fele nyomorúságos és gondoktól gyötört, vagy éppen elsatnyult, olyan rossz benyomás kelt, hogy láttára senki sem érezhet büszkeséget, idézi Kis Árpád 43-ban, és e ponton azonosul a német nemzeti szocialista ideológiával, szintén idézem, ez az ítélet senkiben sem kelthet mélyebb gondolatokat, mint bennünk magyarokban. Tehát ez a szociális érzékenység, vagy az egyenlőség, a társadalmi különbségek és a hitleri minta között nyilván más nincs másfajta politikai felhozattal, ez adja a mintát. Szombatfalvi György, a Társadalomtudományi Társaság titkára, a 40-es években és 45 után is a VKM tisztviselője, vezető tisztviselője, az ő kezdeményezésére hozzák létre 1944-ben a tehetségvédelmi alapot, amelynek azzal fölemelik a gimnázium és a polgáriskolai tandíjakat azért, hogy a paraszt, illetve a szegény gyerekek tanulás